Köszöntök mindenkit az E-bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójából. Galatasaray-Barcelona mérkőzést mutatunk meg innen Törökországból. A Galatasaray fogadja azt a Barcelonát, amely az EBL-t győzelemmel kezdte még az a címvédő City ellen. És most itt Törökországban húzná be a kötelező három pontot a Barcelona együttese. A Galatasaray pedig a Róma elleni vereség után próbálna javítani, hát ez nem lesz könnyű, meglátjuk, hogyan sikerül majd. Galatasaray-Barcelona az EBL második fordulójából, jöjjön a BL Zimbusza. Úgyhogy tehát jöjjön a második forduló első mérkőzése, Galatasaray-Barcelona, amit ugye megmutatunk, de hát ebben a fordulóban majd lesz Ferencváros Paris Saint-Germain meccs is, amit közvetítünk, valamint a Real Madridot is megmutatjuk a Leverkusen vendégeként. Úgyhogy ez is egy izgalmas forduló, aki ígérkezik, nem utolsó sorban Tatenem Napolit is mutatunk majd. Íme itt van a Galatasaray kezdője, a kapuban majd Penya, a kapuban pedig, vagy a védelemben pedig Öztürk, Nelson, Boe, illetve Fanan volt a két szélen. Kicsáldául Kutlu és Torreira, a középpályán elő pedig Aktür Koglu, Mertens, illetve Bafétimbi Gomis kezd. És ebben a pillanatban is kezdődik a találkozó. Galatasaray-Barcelona, tehát az E-bajnokok ligája csoportkörének második fordulójából. A Barcelona egyébként viszonylag eléggé kísérletező kezdővel áll fel. Pihentetik játékosokat majd a Róma elleni két mérkőzésre. Úgyhogy több fiatal is a Barca kezdőjében, például nem véd Ter Stegen sem, hanem Tenyász a kapuban, meglátjuk majd, hogy milyen teljesítmény nyújt így a Barcelona, de hát így is szinte kötelező a győzelem a Barcának. Mertens próbálna lefordulni, García azonban megoldja, és teszi hátra Tenyásznak. Sanz, Ferran Torres, jól veszi át a labdát. Nincsen Lewandowski sem, ő a kispadon ül, Fati csúszik közben be. Fati még egyet odarúg. Na, ez így mi lesz? Ez így piros lesz. Ansu Fatinak 8 percig tart a találkozó. A Barcelona ember hátrányba kerül a hátra lévő 82 percre. Ansu Fati nélkül folytatja a Barcelona ember hátrányban. Hát nem indul jól a katalánoknak ez a találkozó. Teljesen felesleges szabálytalanság volt ez Fatitól. És megcsillalhat egy reménysugár a Galatánál ezzel a korai ember előnnyel. García, Sanzi a labda. Sanz az jó, Ferran Torres nagyon jól fordul, és ebből ott az első nagy helyzet, Ferran Torres viszi túl, és adja be rosszul a labdát, aztán még bent tartja, nem ez szöglet, Gavi. Hát azt jól elrontotta most Ferran Torres. Nelson, Torreira, Mertens, Kutlu. Nagyon a labda ott a Galatának, Mertens vehet, Mertens, megállítják őt, Aktür Koglu, marad még a Galatánál a labda, Aktür Koglu, az is jó, és a lövés, aztán Tenyász, óriási védése, megvolt az első komoly Galatasaray helyzet a 16. percben, szvitte azonban a kapus García előre, a Torreira teszi le Mertens, Mertens kapura fordul, nagy zicserben, Mertens még, óriási mentés, Erik García, aztán Busquetshez, Bellerin, Bellerin elveszíti, Csicsáldául leteszi, ott van Aktür Koglu, Tenyász. Hát egyelőre az ember előnyt próbálja minél jobban kihasználni Galatasaray. Tenyász védett megint nagyot. Jön a szöglet, Tenyász meg lehúzza. Hát van dolga ezen a BL meccsen Tenyásznak. Gavi. Ferran Torres. És indulhat úgy Ferran Torres, hogy alig van rajta védő. Ez egy óriási helyzet. Ferran Torres középen, Rafinha, Ferran Torres egyedül. Belelövi a kapusba. Óriási helyzet, még mindig ott volt. Pedri kiszedte valahogy, Gavi. Ferran Torres, ő meg rosszul vette át. Na most a Barcelona előtt is adott egy óriási helyzet. Fanan Holt. Mertens. Bellerin a nyomában. Mertens azonban ott hagyná Bellerint, hátra inkább. Nelson, Torreira. Kutlu. Mertens. Felé.
Ó, azért fölé, mert óriási mentés volt ez. Nézzük a szögletet. Fanenholt. Jól jön be. Gomis elé jött. Tenyesz húzza le. Garcia. Rafinha. Rafinha jól fordul le. És ez így óriási gólhelyzet lehet. Rafinha középen üresen Torres. Rafinha be is teszi. Ott van Ferran Torres. És belelövi ezt is penyába. Egészen elképesztő. Hát Ferran Torres jobb helyzet kihasználása, mert egy Mester 3-ast is rukatott volna ezen a meccsen. Boé. Torreira. Tor Bellerinél a labda. Torres megint rosszul oldja meg. Öztürk. Aktürkoglu. Fanenholt. 2-2 egyébként a kaputlanet lövések aránya. Ennyi védése volt tehát Penyának, illetve Tenyásznak is. A beadás Torres felé. Ez nem volt jó. Penya vetődik ki és fogja meg. Sanz. Kutlu. Kutlu oldalra Gomis. Megszerezni a labdát és meg is szerzi a labdát Alonso. Sanz fejelte le Torres. Gavi. Gavi visszaszerzi Torreira. Gomis. Nelson felé, Nelson. Torreira. Mertens. Gomis. Boé. Torreira. Mertens. Jól csinálja Mertens, ez nagy helyzet lehet. Mertens még. Kimegy a labda, és itt a vége a fél időnek. Hát egyelőre a kötelező győzelem, amit vártak a Barcelonától, az még nem jön, úgy néz ki. Ilias jött egyébként Garcia helyett, cserélt a Barcelona, Ilias a folytatásban. Ember hátrányban ugye a Barca együttese, Ilias pedig így Fati helyére jön úgymond, legalábbis pozíciójába, hiszen ő támadó. Három védővel játszik a Barcelona, kockázatos, mert eleve azért Fati butasága miatt még nehezebb lett a Barcelona dolga, Mertens meg most ezzel mehet. Mertens átlövi a másik oldalra, az Zicser és gól! Aktürkoglu góljával megszerzi a vezetést a Galatasaray. Hát még jobban nehezedik a Barcelona helyzete a második fél idő elején. 1-0 a törököknek, és itt a meglepetés. Aktürkoglu góljával vezet a Galatasaray. Egy jó kontra elég volt, Mertens itt átadja a labdát, jön Aktürkoglu, és belövi, itt Tenyásznak nem volt esélye. És hát igen, az ember hátrány ennél az akciónál is kijött. 51. perc, az ember hátrányban lévő Barcelona már gól hátrányban is. A törökök ellen Gavi. Mertens. Mertens egyedül, jól csinálja eddig Mertens, Araujót is ott hagyja, illetve Christensent is ott hagyta, aztán lövi el a labdát kapu felé Mertens. Váratlan lövés volt, illetve nagy erejű lövés volt, de nem talált kaput. Jó kezdi mindesőt regálata a második fél időt. Bellerin. Ilias. Gavi. Ferran Torres. Torres oldalra, Rafinha. Rafinha-tal elveszi Kutlu. Gomis mehet most, 58. perc, Gomis. Gomis középre, Mertens tovább, Kutlunak rossz. És végül Christensen tisztáz, Torreira. Tudja fejelni a labdát, Gavi visszaszerzi. Kikáldául, Kutlu be középre, az nagy helyzet, Mertens! Mertens 2-0! Na ez így viszont már nagyon nagy hátrány a Barcelonának. Mertens a gólpassza után gólt szerez. És 2-0-ra vezet a Galatasaray a Barcelona ellen. Rávezette szépen Tenyászra Mertens, aztán elpasszolta a kapus mellett. Mit szerzik vissza a labdát a törökök? Kutlu teszi középre, és Mertens szépen elteszi Tenyász mellett. 2-0-ra vezet a Galatasaray. Na vajon innen, hogy áll fel a Barcelona? És hát lehet, hogy nem kellett volna eltaktikázni, meg így megkockáztatni ezt a meccset. Sanz. Busquets. Gavi. Hát, hogy a Fati kiállítása, meg most ez a két kapott gól, ez még jobban ellehetetleníti ma itt a Barcelonát. És hiába a City elleni bravúr győzelem, így kell majd a Róma ellen pályára lépni majd, és még lesz egy City elleni hazai meccs is a Barcelonának. Nem mellesleg a Galatasaray ellen egy visszavágó. Hát van még idő, meglátjuk, hogy alakul a meccs. Mertens, a Galatának meg óriási bravúr lenne nyilván hazai pályán a Barcelona ellen egy győzelemmel folytatni az EBL-t. Róma elleni vereség után Ferran Torres. Jól csinálta, de sem tudja berúgni Ferran Torres. Szöglet. Lén a pályáról Gavi.
Cserél a Barcelona, meg lejön Álvaro Sanz is. Folytatásban, tehát pályán itt az utolsó 20 percre már Pedri is, illetve Nico. Jöhet tehát a szöglet. Ott a fejes, és még ott lehet a helyzet. Nico González először ér labdához. Nico még jól csinálja. Nagy védés. Rafinha éledezik a Barcelona. Pedri lő, ott az újabb helyzet, gól. Ilias szépít, ő jó csere volt, 2-1. Nico is lőtt csereként bálva egyet kapura, az kijött. Pedri is lőtt egyet csereként bálva, az is kijött a kapusról. Ilias azonban gólt szerez, és visszajön a Barcelona reménye a pontszerzésre. 72. percben 1-2. Itt van a lövés, ezt védi a kapus, és Ilias lövi be. 2-1, tehát az állás szépít a Barcelona. Alig ha Iliasra tippeltek, hogy gólt szerez ezen a mérkőzésen, de hát bejött csereként, és ő azért képes már a kapuba találni, úgyhogy a szépítő gól megvan a Barcelonának. Kérdés, az egyenlítés összejöhet-e a maradék 20 percben ember hátrányban. Gomis, Kutlué a labda. Mertens, jól mehet el, lesz helyzet, Mertens még, Mertens, és óriásit véd a kapus, még mindig ott a helyzet, és sikerül elrugni. Most a 3-1-hez is közel járt a Galatasaray. Távoli kísérlet, tenyesz. Neki is vannak azért nagy védései a mai meccsen. Ter Stegen mai helyettesének. Torres fordul. Iliassé a labda. Jól fordult le ott Fanán Holtról Iliass. Torres. Iliass indul. Iliass szépen csinálja meg. Hátra aztán inkább Bellerinnek. Bellerin, Nico, ez is jónak tűnik még. Nico, Pedri. Pedri kapura tud fordulni. Pedri zicserbe kerül. Pedri! Mit védett Penya? Ez meccslabda volt. Ferran Torres, ő meg fölé rúgja. Megúszta ezt most a Galata. Nelson. Mertensnek volt 5 lövése a meccsen, Ferran Torresnek szám szerint 4. Ott a hazafejelt labda Penya. És hát hány gól maradt Ferran Torres lábából? Meg hát ugye mondhatjuk akár úgy is, hogy hány pont a Barcelona szempontjából. Marcos Alonso. Christensen. Annó ugye a Chelsea-ben is alkották a védelmét. Az adott klubnak most itt a Barcelonában, de most úgy néz ki, hogy egy vesztes csapatét. Torres. Mindig ott van nála, Ferran Torres. Lejön a labda, és 2 perc csak a ráadás. Visszaszerzi Nico. Utolsó esélye lehet a Barcának. Pedri. Pedri, jó a csele. Pedri. És nem tudott lőni, nagy mentés. És így itt lesz a vége. A Galatasaray otthon legyőzi a Barcelonát. 2-1 a végeredmény.